mostanában ment az étel? Ez a tócsni. Igazából krumplikószának mondják, de tócs. Most mennyibe tócsinak hogy mind a két csoportnak Vasvárral egyfajta kapcsolata már van, hiszen Indonéziából ugye Indonézia már ismerős nekünk, vagy a szívünkhöz nőtt az atya miatt, illetve engedjenek meg egy ilyen személyeskedést, hogy nekem Észtország szívemhez nőtt, hiszen egykori vasvári diákként, aztán észtországi diák is lehettem egy rövid ideig, amit mindkét városnak köszönhetek. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat, szeretettel köszöntöm Serben Mihály urat, alpolgármesterünket, és természetesen szeretettel köszöntöm a két csoportot is. Az első csoport, az első fellépőink Indonéziából érkeztek, nevük Nona Asri. A 2010-ben alapított Nona Asri indonéziai néptánc és népzenei csoport a messzi Indonéziából érkezett hozzánk. Elsődleges céljuknak tartják, hogy világszerte kapcsolatokat építsenek, és a lehető legszélesebb körben bemutassák az indonéz kultúrát. A Nona Asri Indonézia csoportja különböző zenei és táncversenyeken nyert már díjakat, sokat léptek fel hazájukban és külföldön is, például Dél-Koreában, Dél-Afrikában, Kanadában, az USA-ban, Oroszországban és több európai országban is. Táncaik, nem lesz jó a kiejtés, Nusantara válogatások, amik Indonézia szigeteit mutatják be. A legtöbb táncuk igyekszik bemutatni a vendégek köszöntését, a barátságot. Néhány mozdulat nem tükrözi a dalok szövegét, de a dalok vidám ritmusa mégis tökéletesen illeszkedik a tánc mozdulatokhoz. Tehát először fogadjuk sok szeretettel az indonéz csoportot, utána fogunk tartani egy kis szünetet, hogy visszamehessünk még kóstolni az édes és sós kis kóstolnivalókat, és utána szeretettel várjuk majd önöket vissza az ész csoportnak az előadására. So, ladies and gentlemen, welcome here, dear dancers, dear musicians, welcome here. We are really happy that you came to our small... Thank you.
Szeretném visszatérni egy picit a színpadra kedves alpolgármesterünket, hogyha kipihente a táncot Sejben Mihályrat, és szeretném megkérni, hogy azt a kis csomagot, amit Vasvár szerető közönsége, a közösségi sterázsiról, a közösségi sterázsira gyűjtött össze, abból egy kis válogatást fog kapni ez a kedves indonés csoport, és ilyen módon fogják hazavinni Vasvárnak egy kis szeretét, de annál nagyobb szeretetét. Úgyhogy szeretném megkérni Sejben Mihály urat, hogy adjál ezt a kis ajándékot a csoportnak. So, dear dancers, this gentleman is our vice mayor, Mihály Sejben. Anyway, he is a really good folk musician, and now you made him dance as well. And as you can see, he really enjoyed it. And now we would like to give you a small present made by local people and made by our hearts. So please take home a bit of Vasvár and take home our great love. And thank you for being here. Köszönjük szépen az indonéz csoportnak, hogy elhoztak nekünk a nap aranyát, amit egykor mi is ilyen szépen birtokoltunk. Most már kevésbé van meg a népművészetünkben, de a eredete ugyanaz, tehát az Isten napját hozza le az emberek közé, és hát ezt köszönjük, hogy itt most megmutatták. Azon kívül örömmel hallgattam egy kis moldvai zenét is az övükében, mint hát nyilván ázsiai zene. Analogs between the Hungarian folk music and between the Indonesian folk music, and he said thank you for bringing us the Son of God, and thank you for bringing this music what had some similarities with Hungarian folk music from Moldova. Thank you for being here, and please take our present. And I also would like to ask you to please join us, stay with your beautiful costumes, and maybe the audience will have the chance to take some photos with you. So please take your clothes. Hold on. Kérem a közönséget, hogy legyenek kedvesek, fáradjanak ki, és kóstoljuk továbbra is a kedves sütőinknek a finomságait. Kis Antal és Kisné Horváth Ilona készítenek nekünk nagyon finom rózsafánkot, illetve Beke Éva és Bekini Őrike készítenek nagyon finom tócsnikat, ezeket továbbra is kóstolgassák. Amelyik Észtország másik legnagyobb városa. Az együttes Dél-Észtország népművészetét mutatja be, az együttes tagjai fiatalok, mint ahogy láthatják, mindössze 15-28 évesek. Az együttes 2013-ban alakult, tagjai egyaránt énekelnek, táncolnak és zenélnek, ami nagyon sokszínűvé és izgalmassá teszi az előadásukat. A csoport átfogó képet mutat be az ész néphagyományokról, a Tartuból érkező együttes Észtország déli részének hagyományait hozta el egyébként Sárvárra, de mint azt tudják, Sárvárról nagyon sok városba látogatnak el, és azt el kell, hogy mondjam, ma, amikor megérkezett a csoport városunkba, és köszöntöttük őket, és meglátták, hogy itt mennyi mindennel fogadjuk őket, azt mondták, hogy még egyik városban sem fogadták őket ilyen nagy szeretettel, mint Vasváron. Úgyhogy ezt köszönjük a Vasvári szívességnek.
Előadásukban szerepelnek társasztáncok, négyesek, hagyományos énekes játékok. Elsődlegesen tehát a délészországi régió folklórját fogják bemutatni nekünk, de különböző régiók hagyományait is megismertetik a közönséggel. Fogadjuk őket sok szeretettel! Thank you.
Ah!
come venghi, ma. Yes. La chi ho pesto la le, si mai è la le, la chi ho pesto la le. La le, mio pesta, la le, casta.
Karvalisi, sisulivastu karvalisi. Karvalisi, suulelisi. Karvalisi, suulelisi. Vai! Jobb emberek. Ennek is köszönhető, hogy a vasvári közösség is Terázsin annyi minden összegyűlt, és ennek a kedves észcsoportnak is a vasvári és Terázsiról fogunk adni egy kis csomagot. Kérem tisztelettel Gergyerezső urat, a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központ igazgatóját, hogy adja át ezt a kis ajándékot. So as far as I know, Tartu has a great slogan. Heldemötetelin. Great thoughts here in this small town, and one of our great thoughts was to collect some communal products here in the town, and we would like to give you a little present from these products, some delicious jam what you could already try, and please take in your heart our small town and our country and our great love. Thank you, Surajta, for being here. Take some photos with you, with your beautiful clothes. Tehát a kedves közönséget újra invitálom, hogy ész barátainkkal is fotózkodjanak a kinti festmény előtt, és invitáljuk önöket, hogy továbbra is maradjanak még, beszélgessenek, kóstolják továbbra is a rózsafánkot és a finom torcsint, amit készítettek nekünk, illetve szeretnénk kérni önöket arra, hogy a kulturális központnak a vendégkönyvében, amely a női mosdó mellett található, legyenek kedvesek, írják bele a ma született jó gondolataikat, hogy hogyan érezték itt magukat. Valamint arra is invitáljuk önöket, hogy augusztus 20-át is ünnepeljék velünk. Ugyanis nagyon ünnepélyes lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség.